Minden évben jelentős törekvést tesz tolna az utak és járdák állapotának karbantartására, illetve javítására az erre a célra elkülönített úthit keretein belül. Hamarosan számunkra is megnyílnak a top pluszos pályázatok, és ott egy viszonylag nagy keret áll majd rendelkezésünkre a tekintetbe, hogy, a, hogy, hogy az utakat fel tudjuk újítani. Most jelen pillanatban a kátyúzás folyik, és nem útfelújítás. Tehát nem kell megijedni senkinek. Nyilván elsősorban a legnagyobb problémákat próbáljuk orvosolni. Ezzel a értem azt, hogy a legnagyobb kiterjedésű úthibákat, illetve azokat a nagyon mély kátyúkat, amik esetleg balesetveszélyesek, azokat próbáljuk javítani. És az utak felújítására a továbbiakban a későbbi ebben fogunk pályázatot benyújtani. E, igyekeztünk azokat a helyeket megtalálni, ahol baleset veszélyes az út, illetve ahol nagyon nagy a forgalom. E, tehát tudjuk, hogy nagyon sok helyen van e, probléma. E, többször elmondtam már, és e, nagyon büszke is vagyok arra egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag a napraforgó utcát kivéve Tolnán és Mözsön minden út, vagy minden utcában szilárd útburkolat van. Ezen területek fejlesztésére már a tavaszi időszakban sor került, azonban az utak állapota indokoltát tette, hogy idén nagyobb összeget fordítson erre a város, ezért a testületi ülésen további. 22 millió forintot szavaztak meg a munkálatok folytatására. Itt most kátyúzásról van szó, de én azt gondolom, hogy mégis egy ilyen, ebből a keretből egy 22 millió forintot biztosítottunk, és, a, és magában a Telna Kft. keretében is egy jelentős összeg van arra, hogy ezeket az úthibákat kiavítsuk. Úgyhogy ez folyik most. Szerettük volna a nyáron ezt lebonyolítani, de sajnos a... a nem feltétlenül úgy, úgy hozza az élet, ahogy mi szeretnénk, úgyhogy előfordulhat, hogy, hogy még az iskola kezdésbe bele fog csúszni, úgyhogy én lakosok türelmét kérem. Mint azt a műszaki vezetőtől megtudtuk, a kártyozás második üteme augusztus 14-től kezdődött, és várhatóan az őszigazok befejezésre kerülnek. Mindegy 1100 négyzetméternyi kátyút jelent, és ez 32 utcát érint tolnán. A kátyuk ezek a klasszikusak is vannak, amelyek felfagyott, lyuk keletkezett, illetve vannak ilyen kicsit különlegesebbek, amikor megsüllyedt az úttest, és azt is javítani, megerősíteni kell, vagy az útszegélyt, ilyen például a Bocskó utcába, azok a kátyuk ezekre jellemző. És aszfaltos jellemzően a javítás, a Béri Balogádám utcába és a, a Bercsényi utcába viszont beton, és ott az úttestet betonnal fogják visszapótolni. Így fogják megoldani az útsüllyedéseket, illetve ahol megáll a töredezett uh, szakaszokat kicserélik. Uh, sajnos ez nem a teljes kátyú, ez uh, lista, illetve sok utca annyira, annyira rossz már az út burkolat, hogy nem érdemes kátyúzni, hanem inkább már uh, komplet útfelújítást kell végrehajtani, amire a város reményei szerint majd forrás sikerült találni a top plusz pályázatokban. És most gyakorlatilag azokat csináljuk, hogy tél előtt ne legyenek még súlyosabb kátyúk, ne legyenek nagyobb gödrök, tehát gyakorlatilag ez a karbantartás jellege az utaknak, nem a felújítása. Ezt, ezt a célt szolgálja most ez a kátyúzás. Az átfogó javításon 6 Mőzsi utca útburkolata is megújul, így összesen több mint 30 utca minősége javulhat szeptember közepétől. A felújítás teljes egészében a város 100% tulajdonúttelen a Városi Szolgáltató Kft. keretein belül kerül megvalósításra. Előkészítés alatt van a Városi Út felújítási program is. A megvalósítására pályázatot terveznek benyújtani az év során.